ismét késésben a kampányfőnök, készítettem magamnak egy kávét, jó szar kávét, és menet közben fogom meginni, de ez nem lesz mindig így, mert ha politikus leszek, akkor más fogja készíteni a kávémat. Jó kávé lesz, és ülve fogom meginni. Most erre a buddhista meditációs alapok órára igyekszem, a tegnapi napnak elég súlyos másnapossági következményei lettek, úgyhogy ennek lehet egy olyan célja, hogy egyfajta józanság útjára lépjek. A Buddha volt herceg, és utána volt aszkéta, és mind a kettő végletet megjárta, az egyik kurva sok pénzem van, és tehát azt politikus is tapára. Volt, meg csöves is volt. Meg csöves is volt. Na, igen, megjárta a politikus és a csöves létet is, és rájött, hogy a kispolgárnak a legjobb lenni. Én is csak ennyit szeretnék. Most csövesen voltam, most szeretném én is, mint Buddha, megjárni a másik utat is. Lehet, hogy egy középutat keresel. Csak az kihagyhatatlan, hogy előtte ilyen herceges legyél, nem? A minden csaj az övé volt, ott a legokosabb, a leghelyes. Megkezdünk abban, hogy ennek a dolognak az alapállapota az, hogy összetett. Tehát, hogy több dologból áll. Tudsz nekem olyat mondani, ami nem? Ami nem, olyat nehezebb. Nem, igen. Ami nem összetett. Ami nem összetett. Ezek a legkisebb részecskék. Legkisebb részecskék. Ha valami a legkisebb, és valakinek van róla tudomása, akkor az már két dologból áll. A tudomásból, meg a dologból. Pontosan. A szemlélőből és a szemléletből. És amit a szemlélő ezt elkezdi a tudatában tulajdonságokkal társítani, akkor már el tulajdonságokból, és abban a pillanatban... Szóval az sem lesz egy egyszerű dolog. Igen. A második dolog, amire rájöttek, ez így az alapbölcsesség a buddhizmusnak, hogy a dolgok összetettek, és változnak. Azért változnak, mert összetettek, ha nem lennének összetettek, nem tudnának változni. Az nem lehet elvárni valamitől, ami változik, hogy ugyanolyan maradjon. És mivel nem tud ugyanolyan maradni, ezért az az elvárás, hogy ugyanolyan maradjon, a szenvedéshez fog vezetni. Csalódáshoz legalábbis. Klasszikus értelemben dukhához. Igen. Tehát, hogy a dolgok összetettek, változóak és szenvedésteliek. Ez az, ami így a buddhista bölcsesség és az ember alapállapota, a nem tudás, szuper, és a nem tudás az első oka a szenvedésnek, és a legfontosabb oka a szenvedésnek. Igen, és akkor a nem tudás az, hogyha azt hiszük, hogy a dolgok nem változnak. Először is nem. Nem össz, hogy egyszerűeknek látjuk a dolgokat. Állnak, igen. Azt hiszük, hogy önmagukban állnak, azt hiszük, hogy nem fognak változni. Pontosan, hogy örökkévalóak. És hogy nem szenvedés természetűek. Tehát örömteliek. Igen. Gergő külön küldött erre az órára. Ha politikus akarok lenni, akkor mindenképp tanuljak valami hasznosat is, ami a buddhista meditáció szerinte, hogy azzal valahogy el lehet viselni a politikusi létet. Szerinted ez reális, amit ő gondol? Vagy... Igen, de erről majd mindjárt beszélek. Jó. De hát egy politikus nem mondhat ilyet. Tehát kb. Ez az egyetlen dolog, amit soha nem mondhat egy politikus, mondjuk a választóinak. Persze. Ilyet soha nem mondhatsz, hogy úgy is szopó. Nem erről beszélek, hogy ezt kell mondanod. Mondom, hogy empirikus tapasztalatokat kell kiépíteni. Hatalmas különbség. Amit a szenvedésben, úristen, ez egy rosszabb az. Igen, empirikus tapasztalatok arról, hogy a szenvedésnek mi a természet, és sokszor. Sokszor ez is benne van. Ez egy nagyon rosszul hangzik. Hát ez most, hogy még nem vagyok politikus, erről minden napi tapasztalatom van a szenvedésről, csak valahogy én azt várom ettől, hogy majd ha politikus leszek, akkor ez a szenvedés megszűnik. Hát nem.